Az Egyesült Királyság és Portugália évszázadok óta kereskedik a portói borral. Az üzletet a 17. században az országba költözött brit családok indították, túlélve azóta természeti csapásokat, gyilkosságokat, forradalmakat és diktatúrát. Most új fenyegetéssel kell szembenézniük. Brexit is a major disruption. A Brexit komoly probléma. A mi cégünk esetében azt jelenti, hogy a 2016 júniusi referendum óta a font értéke 15%-kal esett. Egy egyesség nélküli Brexit esetén könnyen jöhet még 15%-os zuhanás. Ez nekünk nagyon szerencsétlen forgatókönyv lenne, mert kénytelenek lennénk árat emelni. Márpedig nem hiszem, hogy a brit fogyasztók hajlandók lennének ennyivel többet fizetni egy üveg portóiért. A forgalmunk akár a felére eshet, ami komoly csapás lenne, mondta az egyik cég vezérigazgatója. Az Egyesült Királyság a portói bor egyik fő célterülete. A Taylor's eladásainak negyede ott történik. A brit forgalmunk megfeleződése 10 millió eurós kiesést jelentene, ami nekünk, az alkalmazottainknak és a környéknek is nagy érvágás lenne. Nem olyan könnyű új piacot találni, időbe telik felépíteni. Ha a brit kormányfő által bemutatott megállapodással vagy egyesség nélkül jön létre a Brexit, az legkevesebb újabb 4 év bizonytalanságot jelent, már pedig így nagyon-nagyon nehéz működni, tette hozzá Adrian Bridge. Így vagy úgy, ezen cégek számára az egyik legfontosabb kérdés az átmeneti időszak meghatározása. Talán még a Brexitnél is fontosabb azt tudni, miként képesek működni az új piacon, az új európai feltételrendszeren belül, mondta a regionális szakintézet vezetője. Portugália üdvözölte a Brexit megállapodást, mert úgy gondolta, az megvédi a portói boripart. Most, hogy a megállapodás veszélybe került, a bizonytalanság lett a kulcsszó a portugál-brit történelmi kapcsolatokban, mondta az Euronews tudósítója.